első és fontos dolog az itt ez, ez a matrica, ez a spár doboza. Az pedig ott a matrica, ami fontos. Rengeteg kibontós videót láttam, és a matrica mindig olyan színű volt, mint a drónnak a fedele, mert ugye az egész drón igazából fekete. De a teteje az, az mindegyiknek más. Ugye van kék, sárga, zöld, piros és fehér színű is van belőle. És a lapot egyébként az ember kivontja az egészet és kilazít benne a 6 vagy 8 csavart, akkor a tető egy az egyben leszedhető és kicserélhető egy másik színre is, a később az ember mégis úgy gondolja, hogy más színt szeretett volna, illetve lehet hozzá kapni a nagyon szép matricákat, úgyhogy az egyedivé tehető. Második. Kellene fog valamit. Második dolog az az, amikor a telefonnal össze akarom párosítani az eszközt, illetve olyan csomagot vettem. Szükségem lesz egy wifi kódra. A wifi kódot az akkumulátor alatt tudom megtalálni, a wifi jelszó, mivel össze tudom kötni a telefonon keresztül a wifi menübe a drónt, és onnantól kezdve lehet használni egyáltalán a telefonnal távirányítva. Illetve mindenféleképpen össze kell kapcsoljuk először a telefonra, mert ha kézirányítást akarunk, tehát gesture-módba akarunk kapcsolni, akkor is először a telefon ezt a gesture-módot aktiválnunk kell, különben nem fog menni. Tehát az első wifi kód itt talál. Másodszorban, hogyha a doboz velünk van, itt is megtalálható ugyanaz a wifi kód, ami itt is. Tehát ez a két matrica nagyjából ugyanaz. Van egy harmadik wifi kódunk is, az pedig amikor tovább csináljuk a párosítást, ez is wifi. Ugyanúgy össze kell kössem a telefonnal, ahhoz, hogy ködésbe tudjam hozni és össze tudjam az egészet párosítani. A telefont az RC kontrollert a drónnal, ez is kell egy wifi kód. Ez egyszerű egyébként, mert 1-2-3-4 és ez valószínűleg az összes létező drónra ugyanez. Van ez az egyszerű megoldás, amikor fogom magamat és a telefonnal lefotózom, hogy később is meglegyen, mert amikor párosítani akarom, akkor azért kellemetlen az, amikor az ember elindítja a wifi keresést, megtalálja, és akkor le kell venni hozzá, hogy a jelszót meg tudja nézni. A másik nagyon... Harmadik. Beszéljünk egy kicsit a propellerekről, illetve a propellerhez tartozó propellervédőhöz. Valahol látott már valaki DJI drónt, akkor tudja azt, hogy a DJI különböző jelekkel jelöli azt, hogy melyik oldalra melyik propellernek kell fölmenni. Itt is jól látható ez a kis fehér kör a középpont mellett, illetve lent az ellentétes irányba. Ezek gondoskodnak arról, hogy a megfelelő lapátok a mutató járásával egyező irányba, vagy az ellenkező irányba forognak. Ezt tudja megoldani, hogy a megfelelő felhajtó legyen, illetve a fordulásokat is ezzel tudja eszközölni a drón. Kapunk hozzá egy-egy párt a két különböző irányból, hogyha véletlenül sikerül lezúzzuk a kis propellereket, mert egyébként elég kis vékony, egyszerű műanyag darabkák ezek. Ugyanígy propeller védőkön is fehér pöttyel jelöli a megfelelő propellerhez való tartozást. Másik párnál pedig, ugyanúgy mint a propellereken, a fehér pötty helye üresen van hagyva. A propeller leszerelése úgy működik, hogy megfogjuk szépen magát a forgatómotort, lenyomjuk magát a propellert, és leemeljük róla. Visszarakás, ugyanígy lenyom, ráforgat. Nagyon fontos, hogy ez stabilan álljon, mert különben a nagy forgás miatt, a nagy sebesség forgás miatt az egyből elrepülne róla, de ezzel a gyerekzár megoldással hibátlan rögzül rajta. Tehát a propellerekről azt kell tudni, hogy különböző színnel jelölik, az ellentétes, átellenő propellereknek a színkódja egyezik. De járhozzá négy darab plusz propeller, négy darab propellervédő, és ezek is színkóddal vannak jelölve. Következő. Jöhet a negyedik. A negyedik random dologként beszéljünk a töltőről. Kapunk egy ilyen lapkát az egészhez, amihez föl tudjuk adni az akkumulátort. Az akkumulátornak ott van bent a kis érzékelője, amin keresztül tölt, illetve leadja az áramot. Ezt tudjuk erre szépen egyesével feltűzni. Három darab fél rá. Önmagában ugye ez nem csinál semmit, ezért adunk neki DJI felirattal fölfelé, adunk neki oldalról tápot, és a maxit tudunk erről a lapról tölteni. Na de!
A töltő oldalán van kettő darab USB bemenet, amiről két dolgot is tudunk tölteni. Most hoztam magammal két különböző végződésű USB dugót, hogy látható legyen. Az egyikről tudjuk tölteni magát az RC kontrollert és a telefont, mondjuk, tehát ez a két dolog egyszerre tölthető róla, vagy ha négy darab akkumulátorunk van, akkor a másik portra rá tudjuk dugni a drónt a negyedik akkumulátorral egy másik micro USB dugóhajzaton keresztül. Tehát vagy négy darab akkumulátort tudunk tölteni, egyet a drónról, háromat a lapról, plusz az RC távirányítót, vagy az RC távirányítót és a telefont, vagy a drónt és a telefont. Tehát amire éppen szükség van, két külön ponton keresztül tudunk még áramot leadni, plusz egy. Ez az ötödik az a kérdés, hogy mi a különbség az alapcsomag és a Flymore kombók között. Igazából ez csak egy szemléltető változat, mert nem rendeltem meg mind a kettőt. Így néznek ki megközelítőleg az alapcsomag. Tehát fehér drónos dobozzal érkezett volna ugyanazzal a képpel az elején és a hátulján, de benne csak ezt a dobozt találtuk volna megközelítőleg ilyen felszereltséggel. Benne egy töltőkábel, egy USB-s dugóhajzat, ilyen kis fehér pici, ami elfér, lenne benne egy darab, egy ilyen, egy olyan plusz propeller, illetve lenne benne maga a drón, egy darab akkumulátorral. Ez a plusz egyedik. Innen folytatjuk a közelebbi, még öt random dolog a DJI Sparkle.